Szerintem ez volt, ami bántotta. Videó, ahogy szakszerűen távolítják el az egyik ebb lábából az egérárpát, vagy hétköznapi nevén toklászt. Egy másik felvételen pedig az látható, miként szedi ki az orvos a kutya füléből a belefúrodott növényt. Éppen az alakja miatt olyan veszélyes ez a gyomnövény, mert egy nyílhegyre hasonlít. A kutyákba, macskákba belefúrodott toklász komoly veszélyt jelent. Gyulladást okozhat, emiatt az állat elveszítheti a hallását, látását, de akár a pusztulásához is vezethet. Leginkább az a fül, szem, lábujjak köze, előfordul hónaj, pénisz. Tavaly volt, hogy húgyhólyagból sebész kolléga szedett ki toklászt, nyilván ez extrém, de ez is előfordult. Ha találunk a négy lábúban egérárpát, és még nem fúródott a bőre alá, ki kell húzni onnan. Csipesszel, ujjal, kézzel megfogni, akkor az nagyon jó. Fülből már azért ezt nem lehet megtenni, mert percek alatt olyan mélyre kerül a hallójáratban, hogy ehhez már speciális eszköz kell. A szakember azt tanácsolja az állattartóknak, hogy sétáltatáskor érdemes kerülniük a fertőzött területet, a kertben pedig még éretlen zöld állapotban ki kell írtani onnan. A kutya szőrét nyáron rövidre kell nyírni, és sétáltatás után átnézni a fülét, lábát, hajlatait, hogy került-e bele egérárpa. Erre az állat viselkedése is utalhat, vakarózás, sántítás, fejrázás, hunyorgás. Ilyenkor az a legjobb, amit tehet a kutya tulajdonos, hogy állatorvoshoz viszi kedvencét.